Sziasztok, Mari is vagyok, ez pedig egy újabb videó lesz. Mostában sokan megjegyeztétek, hogy hát egyre többet vágok a videóimban, úgyhogy megpróbálok erre a jövőben, meg most is odafigyelni. Na most egy csomó nagyon izgalmas és teljesen felesleges dolgot rendeltem. Először is vegyük ezt, ami egy... mi vagy te? Hivatalos nevén egy csepp. Ne kérdezzétek, ez mit jelent, fogalmam sincs. Funkciója igazából annyi, hogy világít. De nem is akárhogyan, ilyen színváltósan is, hogyha így megpöckölöd, vagy így istenesen ráütsz egyet. Király! Rakjuk is hátra. Figyú! Onnan figyú! Hopp! Hoppá! A következő termékünk igazából ugyanez, csak egy macskában, mert hát jóból sosem árt több, vagy hogy van ez a mondás? De hát mi borzasztóan szórakozunk azon, hogy így ütésre változtatja igazából a színét, úgyhogy imádjuk. Értelme nincs. Ott egy láb! Ó, nézd, szinkron! Nem, mégse. De! Nem. Másik is villog? Igen. Oh. Szinkron? Nem. Szinkron nem! Elbasztátok. Macska és csepp. Nem. Hogyha követtek Facebookon, Instagramon, meg igazából bárhol, akkor tudjátok jól, hogy imádom a sietes sapkákat. Szóval most is rendeltem kettőt és egy full capet. Na most Klau gyönyörűre megcsinálta a hajamat, és azt mondta, hogy nem merészeljek felvenni sapkát, tehát valahogy muszáj nektek megmutatnom. De sose volt még ilyenem, és van rajta egy ilyen fényes matric, és nem tudom, igazából ezt le kell levenni, de ez így néz ki, pont megy most a szettemhez, a pólómhoz. Általában a sapkákat így fordítva szoktam hordani. Következő, amit már biztos láttatok, ez a mostani szerelmem, állandóan rajtam van, illetve hogyha megyek boltba, vagy bárhova, akkor mindig folyamatosan felveszem, mert hát nem tudom miért, de nem szeretek ilyen régi ismerősökkel találkozni az utcán, és állandóan ez történik, itt Érd az egy elég kisváros, és mindig, ha megyek a központba, akkor összetalálkozom ismerősökkel, de ez egy tökéletes ilyen, hogy mondják, inkognitó, mert felveszem, kicsit lenézek, így a telefonomat pötyködöm, és senki nem vesz észre, úgyhogy meg hát rajta a szarvas minta is nagyon király. És akkor a harmadik sapka, ilyenem már volt, csak citromsárgába, és azt elhagytam. Úgyhogy rendeltem egy újat, az pedig szintén ilyen inkognitós, nem lát senki sapka. Szerintem azt is tudjátok már mostanra, hogy párnabuzi vagyok, abszolút. Van már cicás párnám, van már halálfejes párnám, van már pokilabdás párnám, hát természetesen mi hiányzik? Egy fánkos párna. Teljesen felesleges egyébként, mert lyukas és baromira kényelmetlen így ráfeküdni, meg egyébként Klau már ezt is előre mondta, hogy be fogja búrni, mert hogy nagyon puha, de nem baj, hát azért van nekünk egy fánkunk, az a lényeg. A következő termék, nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi az a termék, amit megrendelek, és több lesz az életem tőle, és nem csak az enyém, hanem a tiétek is, ahogy megrendelem, hogy bemutatom nektek, biztos mindenki fog ilyet venni, mert ez életváltoztató ez a termék. Egy zsiráf. Kérdezhetnétek, mi ez a zsiráf? Most ez egy zsiráf Luffy. 300 forint volt. Probléma az, hogy azért látjátok most 2D-ben, ilyen laposan, mert hogy itt kéne szépen a fenekénél felfújni, vagyis épp ez az, hogy én azt hittem, hogy simán felfújom a számmal, az cső, de kiderült, hogy ez csak külön spéci, ilyen Luffy fújóval lehet felfújni, ami nekem nincsen. Aztán édesanyám adta azt az ötletet, hogy bicikli pumpával, de nekem az sincsen. Úgyhogy szegény zsiráf, tehát tényleg én megpróbáltam itt. Nagyon hülye volt ez itt. Szóval tényleg mindent megpróbáltam, pedig én úgy annyira jól elterveztem, hogy majd felfújom, és akkor majd jön mellettem, nem leszek magányos az utcán, és majd így sétáltatom, nagyon cuki. De mert ez nem jött össze. De majd, ha egyszer valakitől kapok valamilyen pumpát, amivel fel tudom fújni, akkor mindenképpen ti lesztek az elsők, akik találkoztok Mr. Zsiráffal, úgyhogy mindenképpen majd bemutatom őt nektek. Következő termék szintén egy ilyen life-changing, egy ilyen életváltoztató, különleges termék, méghozzá egy plaid, de nem akármilyen plaid, mert hogy ez egy sellőpléd. Amúgy nagyon-nagyon szeretem, tényleg belebújsz, melegíti abszolút a lábadat, mert jó vastag, és hát sellő vagy, és ki ne akarna sellő lenni. Dobj egyet rajta. Ne a kutyám! És rendeltem még 4 pólót, igazából én minden 4-et nagyon szeretem, olyan minták, ami tényleg tükrözik a stílusomat, úgyhogy imádom őket. Ezt a pólót, ami most rajtam van, ezt és ezt. Na hát ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, az összes terméket, amit most bemutatom nektek, azt megtaláljátok a videónak a leírásában, és annyit szerettem volna még elmondani, hogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett a szombati megkis adománygyűjtésen az Oktogonon. Én nagyon jól éreztem magam, meg Klau, meg Inez is, és ugye ne felejtsétek el, hogy november 26-án Plaid Hung Expo-n kerül megrendezésre megint, és ott leszünk Klauval. Egész nap megtalálható leszek a videósboltnál, hiszen most már a termékeimet a videósbolt.hu-n vehetitek meg, azt is megtaláljátok a leírásban, most már van telefontok, laptoptáska, hátizsák, pénztárca, minden, mi Samsung-nak ingere, illetve az új logó is hamarosan jön. Tehát déltől végig megtalálhattok ott a videósboltnál a termékeim mellett, és ott aláírok, fényképet csinálunk, beszélgetünk. Én ott leszek, úgyhogy gyertek hozzám sokan! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hamarosan jövök a következővel. Sziasztok!